Hamarosan indulnak a nyári fejlesztések a sóstói múzeumfaluban. Az újítások július 1-én kezdődnek. Addig a skanzen számos programnak ad helyet, a táborosztatásokon kívül a hagyománnyá vált június 23-ai Szent Iváni íj rendezvényig. Ezen a napon a programjaink 9 óra után kezdődnek, 9 óra 20-tól egy tűzsonglőr program lesz, és utána a 10 órától pedig a Bagosi Brothers Company játszik az érdeklődőknek. Reméljük, hogy sokan szeretik a zenéjüket, és eljönnek élőben is meghallgatni őket. És az ő hangversenyük után kezdődik a Nyírségtánc Együttesnek a színpadi programja, és utána pedig 24 órakor, éjfélkor pedig a tűzugrásra kerül a sor. Ezt követi majd a skanzen közel 800 millió forintos fejlesztése, amelyet az Európai Fejlesztési Alap finanszírozásával, valamint állami forrásból valósítanak meg. Ilyen mértékű, a modernkor igényeihez felzárkózó, de mégis hagyományokat megőrző fejlesztés a múzeumfalu megalakulása óta nem volt. Az újítások ideje alatt a skanzen majdhogy nem összes épülete le lesz zárva, viszont a Pálinkaház és a Jángmajtisi porta továbbra is látogatható lesz. De olyan átfogó kulturális innováció, amely a mai modern kornak megfelelően lépteti be az embert, mutat egy faluközpontot, illetve elhelyezi a kollégákat és az 50 ezer műtelt, amit itt őrzünk, olyan még nem volt a múzeumfalu történetében, úgyhogy a következő 10 hónapnak a munkálatai azért is lesznek vízválasztóak, mert majd utána, hogyha bejönnek a látogatók, remélem, hogy emelt számban, akkor ők elmondhatják a véleményeket, meg el is mondják, mint hogy eddig is a fejlesztésekről. A fejlesztések részeként felújítják a múzeumfaluhoz vezető utat és több épületet, valamint a jelenleg üzemen kívüli színpadot. Az új raktár és irodaszárny mellett digitális információs pultokat helyeznek el a bejáratnál és több helyen a skanzen területén.